üdvözöljük kedves nézőinket a kifőzte soron következő műsorán. Vitán tárgya volt az előbb, 16 másodperc előtt, hogy a manok lemaradtak, nem a kamionok, hanem a kameraman. 1-2-3-ból az maradt le, de nagyon lemaradt. Újból kellett kezdeni az egészet, nem panaszkorok, nem. Így, hogy hőségriadó van ebben az évben már negyedszer, 4 héten keresztül, és azt hittük, hogy nem augusztus eleje van, már lassan október végé, és még mindig 38 fok van, ők meg itt fűtenek rám 4 lámpával, ő meg még abban se dolgozik. Na, akkor csináljunk neki jó meleg lecsós csirke combot. Üdvözöljük a műsorba, Konyári Sándor mesterszakács barátommal. Szép napod. Mit mondjunk erről az egészről? Paprikás csirke, csak paprikás csirke, lecsóval, csak kicsit másképp. Na, ez a lényeg. Mi lesz benne az extra? Semmi. Az, hogy gyorsan elkészül, tárcsába készül. Melegen. Kerti parti jelleggel. Nagyon finom lesz. Szóval a csirkecombot picit megnyitjuk. Ennyire mondjuk. Csontos része egy kicsit. Az alsó része maradhat. Többit megnyitjuk. Igazán fűszerezni, ízesíteni maximum sóval fogjuk. De miért hagyjuk benne a csontot? Hát én azt mondom, hogy a csont mellett lévő húsnak van egy viszonylag kellemes, szaftos íze. Aki nem hiszi, az járjon utána. Igazán sokat nem kell járni. Elmegy a közértbe, vesz egy csirkecombot, legalább ilyen szinten kicsontozza. Nem gyorsan, tehát nagyon nagy tévedés az, hogy grillezni gyorsan kell. A grillezés nem erről szól, grillezés nyugodtan lassú tűzön, főleg ha hússal dolgozunk. Mikor ragút készítünk, a ragunál viszont az lesz a lényeg, igaz Sándor, hogy minél nagyobb hőhatására készüljön az a ragú, hogy a zöldségbe, gombába, bármilyen járulékos anyagba, amivel azt a ragút el fogjuk készíteni, benne maradjon az íze. Hát ezt most ötvözzük a... Ezt most ötvözzük a magyar konyhával, és egy ilyen kis lecsós csirkét fogunk csinálni, combból, csirkecombból. Pár másodpercig áll rajta a só, használunk hozzá zsíradékot. Zsíradékot. Ez most kacsazsír. Ez most kácsazsír. És miért a bőrös részével tesszük oda? Ez lesz a következő kérdés. Egy ropogós legyen meg a... Ropogós legyen a bőre, illetve a zsíradék, ami még ebben a... Mert nagyon sokan vannak úgy vele, hogy jaj, a csirkecomb a bőrös részét én nem eszem meg, nem szeretem. Nem, az, de miért nem eszik meg? Bezzek egy kacsácsütőt vagy malacot, az az első, jaj, nekem a bőrös részét kell a ropogós. Meg a fülét szeretném megenni a malac, nem, meg a pici farkát, meg nekem a kis körme része kell, ami igazán jól néz ki, és ropogós. Na és akkor következik hozzá. Én ezeket megpirítom, te addig egy lecsó alap. Egy lecsó alap. Hát ugye a lecsóhoz igazán magyar embernek nagy szaktudás nem kell. Ugye, hagyma, paradicsom, paprika, egy kis fokhagyma, kész. Teszünk bele egy kis sípőset is, mert mi azért csak szeretjük. Akkor nézzük. Vörös hagymát. Következő jó kérdés, és hogyan paprika kell vágni a hagymát? Vágódeszkán késsel. Ez a jó válasz rá. Ízlés szerint. De vágjál össze, mert akkor utána... Vágódeszkán késsel vágjuk. Hú, de nem jól csináljuk. Miért nem csináljuk? Hát a lecsónak az alapja nem a füstölt szalonna. De nem csináljuk rosszul, drága menés, csak... De nem, akkor egy utol... Egy kis békön teszünk hozzá. Gondolom... Na, elrontottuk, valahogy javítsuk ki. Azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, hát 2-3 fej hagyma, körülbelül 3 egész paradicsom. Most, hogy ki még paradicsomnak szereti, a pici kereket, a lukulusz, a nagy lecses paradicsom, az teljesen mindegy. Lényeg az, hogy szaftja legyen a lecsónak. De én szeretnék hozzá egy kis koktélparadicsomot is. Persze, én szedek hozzá, persze, én megyek ki, csipesszel fogom leszedni a koktélparadicsomot. De mondta sógorom azt, hogy minek szedjek le 3 ilyen zsák koktélparadicsomot, mikor leveszek 2 lecses ugyanaz. Hát mennyiségben az biztos. De ízbe azért, ha végén hozzáteszik. Ízbe viszont nem ugyanaz. Jaj, elvágtam az ujjamat is.
Azért piros a paradicsom. Azért külön jár pálinka, persze, persze. Ezt tudják is nálunk, hogyha valaki vágja az ujját, az pálinkával jár. Mondjuk még nem ittunk belőle egy darabot se, de egy szantot se. Összevágtam a paradicsomot is. Következik a paprika. Legelőször a csípős paprikát fogom felvágni. Kicsit brutálisnak fog tűnni, de igazából ez a lelke az egésznek. Paprikát hosszába ketté. Kevés kis csumarészét kivágjuk. Kitesszük oldalra. Ezeket a részeket nem kell eldobni, mindenki azt mondja, ezt én kidobom, és ez majd jó lesz komposztabb. Annak is nagyon jó, de ezekből még egy húslevesbe, egy ragulevesbe, akár ha beleteszem egy tűzszertojásnak nevezett dologban, bizony. Szépen el lehet használni, ugyanis ezt nagyon elfelejtettük. Minden egyes részét fel lehet használni a növénynek, csak tudni kell, hogy mikor és hova. Ez a paprika is már igazán a, úgymond majdnem a végét járja, mert már pirosas színe van, még nem az igazi piros, de már pirosas. De nem kápia paprika van nála? Nem kápia paprikánk van. Kápia paprika az ehhez hasonló, de mégsem ez. Ez egy hosszúkás. Ugyanilyen, mint ugyanilyen a kápia is, mint ez, csak teljesen más. Ez a lényeg benne. Egy vöröses, erős vörös, vastag húsú, nem összekeverendő a kaliforniai paprikával, mert ez kaliforniai paprika, a kápia paprika pedig sokkal vékonyabb, hosszabb, hegyesebb, és ez egy édes paprika. Szó szerint édes paprika. Nagyjából összeállt a lecsó. Csirkénk. Jó, elősült, közepesen sült meg. Még egy picit, hogy jó ropogós legyen a bőre. Másik nagyon jó kérdés, amit mindig fel szoktak tenni, hogyha a fokhagymát csak így megsütöm. Várjál, nem úgy, mert ez már leesett. Na jó van, na, ne vessél nyugodtan, ne vessél. Tehát, ha ennyire letisztítjuk, ezt a belső részét így, hogy ketté vágtam, megpirítom, hozzáteszem a lecsóhoz és lefedem. Ugyanolyan íze lesz, mintha felvágtam volna, és benne hagynám. Annyi, hogy a végén, ide, hát el, a végén ki kell belőle húzgálni a krémet. Ugyanis ha meg fog sülni egy ilyen puha, fokhagyma krém lesz belőle. Jól már anyikám, már jönne az omega is, úgyhogy... Megvan a lecsó? A lecsó az itt van, drága. Összerakva, összevágva. Magyarosan, szép hatálban. Egy másodperc. Vagy de szépek ezek a bőrödmények. Ez csak milyen ropogós? Én ezt tudom, és szeretem is. Remélem, hogy a nézők is látják, hogy teljesen más ízhatást fogunk elérni. És akkor az lesz a kérdés, hogy mivel tüzelsz alatta? A kátfával vagy bükkel? TD-vel. TD-vel. Igen, ez egy házilag készült szerkezet, amit köszönünk László barátunknak, aki ezt az egészet elkészítette. Vegyük le, szerintem is tegyük rá. És ez a szerkezethez még van egy, igaz, hogy egy másik sütő, de pontosan jó rá a fedő része. Ami igazából nem is egy magyar konyhára jellemző, hanem a szerb konyha egyik jellegzetes fedője, esetleg ott valaki fiúk bevet ott a sarokba az a kis kolopolt, kovácsolt valami. Meg fogjuk mutatni. Megmutatjuk majd nektek, persze, úgy megmutatjuk, hogy mint a húzat. Viszont csak azt kell kitalálni, mivel fogjuk tálalni, mert a kosárban rosszul fog kinézni. Tálóledény meg nincs hozzá, úgyhogy elmegyünk, keresünk hozzá valamit. Nem fog. Nem? Nem? Kell. Nem, mert erre vissza fogjuk tálalni. Bocsáss meg! Magyar ember észre él. Figyelj oda! És akkor most tehetjük.
Ezek a népi ételek, nevezik úgy, tehát a lecsók, meg bográcsolás, meg hasonlók, hogy ez nagyobb rész pásztoroktól indult. Így van. És ennek a lényege, minél egyszerűbb, minél gyorsabban elkészíthető, minél kevesebb nyersanyagot felhasználva. És minél változatosabban. Így van. Tehát egy tésztából, hagymából, paprikából, paradicsomból nem egy, nem kettő, hanem 15-16 féle ételt is el tudtak készíteni. Annyi, hogy most másképp oldalra a paprika, vagy a szalonna hozzá, vagy a tészta, vagy le volt pirítva, vagy csak a végén belereszeltem, vagy csak belecsipkedtem a tésztát. Mert ugye ez onnan indul a pásztorok, amikor kimennek, akkor van, hogy fél évig haza sem mennek, és amit éppen a tarisznyába, vagy meg a mezőn, meg kertekbe össze-vissza talál, abból dolgoznak. Tényleg nem szerel egy kis koktélparadicsomot majd rá? Én koktélparadicsomot? Majd szólok Marcinak, majd a Marci leszedi. És akkor most Marci elszaladt, mindjárt megmutatjuk, hogy innen átold a másik oldalra, ott van a koktélparadicsomos hátul. Most már megjött a paradicsomom. Marci fiam szedte, ilyen pici paradicsomot csak, hogy legyen. Na. Koktélosnak. Magyaroknak koktélparadicsom, persze, de jó megy nekik, mi? Aha. Hát ez van a kertben. Aha. Ja tényleg csak ez van a kertben. Közben a négy lecsó. Audi meg a két A6-oson kívül, mi? A lecsó alatt a szépen visszapakolom ezzel a felpirított csirkéket. Ezt meg így hanyag eleganciával ráseperjük, így. Most miért is jó az az igazán jó koktélparadicsom? Teljesen más az íze, mint a mi hagyományos paradicsomunknak. Ez igazság szerint egy pici koncentráció ízbomba, úgy is lehetne mondani. Egy kis édeskés íz. Egy pici édeskés íz, lejjebb veszük, és most jön az, hogy letakarjuk azzal a szép nagy kovácsolt vas tetővel. Tessék, ez egy ilyen... Azaz! Az anyag a javából. És egy 5-6 perc alatt némi párlódás után lehet tálalnunk. Nézzük meg akkor most már körülbelül 5-6 perc telt el. Egy pálinka és sör. Egy pálinka és sör, igen. Hát ki, attól függ, hogy mennyi volt a sör, mennyi volt a pálinka. Hát 2 literes. 2 literes pálinka volt. 2 deci sör, nem, fordítva. Azért egy tesztet nézzünk már, hogy... Nézzük ha, meg. Ha megszúrjuk a csirkét, ne esetleg... Nem véres, nem igazság véres, szerint egy már csak a szaftja jön belőle. Szaftos, puha. Mi az, hogy szaft? Na ezt kéne elmagyarázzuk. Mi az, hogy szaft? Na hát ez... Tehát a szaft az a sejtnedv, ami nem igazán kiszállított húsból még ki tud folyni. Tehát akkor egyszer-kétszer. Nézzük meg, amit lepirítottunk, úgymond igazán pörzsösre volt lepirítva az egész csirke, mert kopogott, mikor megkopogtattad, így van? Most pedig igazán, nézzétek, megjött a kertész is, nem tudom, észrevettétek? Nincs túl sütve a lecsó, tehát nem ez a klasszikus lecsó, mikor bőséges szafttal ellátott. Ez igazság szerint az a pici húsnedv és zöldségnedv, ami a fedő alatt még megmaradt nekünk. De akkor is elmondhatjuk rá, hogy ez ténylegesen lecsó. És ami még a lényeg, hogy ehhez jár az elején az oldalán megpirított kis bacon. Tehát a bacon, hagyjál bacon, de szalonna. Jó? Ez akkor is szalonna, és szépen meg van pirítva. Annyi, hogy nagyon vékonyra vágta valaki, nem én voltam. Most már fúj a szél is. Lusta volt a késsel. Dolgozni inkább szeletelőgéppel. Így van, így van. És mi jár hozzá? Azért erről el lehet mondani, erről a kis chiliről, hogy ez valamikor, mikor megvettük, milyen színe is volt? Azért vettük meg. Gyönyörű szép padlizsán lila színe volt. Ez 2 hónap alatt lett körülbelül igazán piros, és el kell, hogy mondjam, hogy tényleg tüzes paprika. Á, nem tüzes, majd az enyémek lesznek azok. Már virágzik. Nem, remélem, hogy be fognak érni, de van otthon 8 cserép. A világ 2 legerősebb paprikája, a vipera, meg a másik a szellemcsili.
és még lehet, hogy későn ültettem őket, de most virágzanak, de bent remélem, hogy be fog érni, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az íze. Itt pedig elkészült a csirkénk, vidéki egy csirke lecsóva, amihez jó étvágyat kívánunk. Jó étvágyat. Viszontlátásra.